Egy 50 fős kalocsai csoport tett látogatást Vodicán, ahol Schindler Mátyás plébános fogadta a vendégeket. Mint kiderült, a látogatóknak több mint a fele járt már korábban ezen a kegyhelyen. A mostani Zarándok út egyik állomása volt a Bajai Barátok temploma is. A Bajától pár kilométerre lévő Vodicára érkeztek látogatók. Vannak, akik első alkalommal ismerkednek a helyjel, de vannak, akik már visszatérő vendégek. Először, mikor itt voltam, én az egész misét végig sírtam. 2 nap voltunk itten, de én nekem az olyan szép volt, hogy ennél szebbet nem tudtam találni. És most még én, mikor megkezdődött, mikor ideértünk, most még én úgy volt, én nekem ez annyira megható, hogy borzasztó. De azt mondtam, ha megérem, én még el fogok egyszer jönni, ha. Tehát ugye most már 80 éves vagyok, most már nem igen tudok menni sehova se. És a közösség, akikkel jött? Nagyon jó a közösség. Az biztos, hogy nagyon jó, és nagyon szeretek a közösségbe lenni, mert ugye otthon is csak egyedül vagyok, a 4 fal között. Van családom, de hát ugye mind azért külön vannak már mostan. És akkor így egyedül élek. Már most 36 éve, hogy meghalt a férjem, és akkor azóta így egyedül vagyok. És nagyon szeretek így menni, és nagyon szeretek így menni. Hát nagyon szép, nagyon jó. Mi mindig, amikor látok, kihasználjuk, és eljövünk. Kalocsáról most egy 50 fős csoport tett látogatást Baján és Vodicán, Sebők Norbert, a kalocsai főplébánia káplányának vezetésével. Kalocsáról jöttem, erdélyi vagyok, Déván születtem, a ferencesek zárdájába jártam iskolába, ottal Bőjte atya most az árváit vigyázza, Márton Áron püspök Bérmárt. És ezelőtt 58-ba jöttünk, 89-ben jöttünk át, mert édesanyám Magyarországon született. Isten segíts be! Hallott erről? És akkor átjöttünk. Sajnos egy olyan dolog miatt, hogy a férjemet műtsék meg, de elkéstünk, mert 5 hétre rá, hogy átjöttünk, meghalt. És Kalocsán telepettünk le, ott lett a gyerekeimnek, ők is jöttek, ott lett a gyerekeimnek állása, lakása, és akkor ott vagyunk együtt. A mai program hogy tetszik önnek? Hát ez csodálatos, én még nem voltam csak egyáltalán egyszer, amikor az érsek úr tartotta a misét, de ez annyira szép volt, annyira megható volt, hogy majdnem elbögtem magam az oltárnál. Ilyen volt, szép volt nagyon. És maga a Vodica, mint hely, itt a környezet, hogy tetszik önnek? Csodálatos. Csodálatos. Én úgy épp ez eszembe jutott a mise alatt, hogy milyen jó volna itt egy kis olyasmit építeni, ahol idősek, vagy olyanok, akik nagyon szeretik a templom közelségét, ha valaki vigyázna rá, ugye, hogy egyedül van teljesen. Milyen jó lenne itt egy olyan kis otthon, amelyikben minden idős megtalálna a helyét, amelyik bizony nagyon hiányzik, már sokaknak nagyon hiányzik. Szomjó Annának a Bajai Barátok temploma is nagyon tetszett. Mint mondta, járt már több Szent Antal templomban is. Olyan egy szép szokás van Kolozsvár, egész Erdélyben szeretik a Szent Antalt, de a Kolozsváron egy olyan szokás van, hogy a ferencesek templomának van 4 miséje minden kedden, és ott, majd megmutatom, ott
az oltára helyeznek mindenki, bármilyen nemzet, román, magyar, minden, bármi, helyeznek mindenki hozzá egy kenyeret. Vagy ha nem fér, akkor egy nagy kosárba. Mise után lejön az atya, megszenteli, de kint már várják a szegények, és azt kiosszák. Nagyon szép volt. Akkor nagyon szép volt, ugye hát a Szent Mise gyönyörű volt, ez csodálatos. Én nagyon szeretem a Szent Misét, főleg, hogy Zárdában nőttem föl. Tervezi, hogy esetleg valamikor még visszalátogat erre a helyre? Minél hamarabb. Minél hamarabb. Nagyon szép volt. Nagyon örültem, hogy jöhettem. Májusban Budapesten voltak zarándokolni, de emellett tervezték ezt az utat is. Még egy nyári zarándokat beterveztünk, mindig Mária napon szoktunk menni valahova. Itt még nem voltunk, tavaly Petőfi szállás Szentkúton voltunk, és azért gondoltam, hogy itt akkor eltöltünk egy napot, Szentmisével egybekötve, meg az atyát is, jól is, Mátyás atyát, és ezért, meg hogy közel legyen, egy napos legyen, meg közel legyen, nem ilyen hosszú napokban nyúló. Azért választottam ezt a helyet. Schindler Mátyás plébános először a Barátok templomába hívta a vendégeket. Elmeséltem nekik a Barátok templomának a történetét. Norbert atya még néhányukat föl is vitte a toronyba, és körbenéztek a torony kilátójáról. Megnézték a gyóntató folyosót, a sekrestjeinek, azt a gyönyörű szép 18. századi faragott kehely szekrényét. És aztán buszba szálltak, kijöttek ide, szorgos szakácsasszonyok elkezdtek készíteni Bográcsban krumplipaprikást, megnéztük az arborétumot, megnéztük a tanúsvényt, elmeséltem nekik a kegyhelynek a történetét. A templomban szentmisei szentségimádást tartott Schindler Mátyás plébános. A Szentmisén Sebők Norbert káplán köszöntötte Schindler atyát, aki idén ünnepli pappá szentelésének 30. évfordulóját. A Jóisten érkező sokáig is adja a nézt. Kérünk, hallgozd el őket áldásokra, hogy amikor örömmel térnek vissza otthonaikra, szóval hirdessék és tettekkel bizonyítsák mindenkinek a te csodás tetteire, Krisztus, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az a bonicai ízzel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent Mise véget ért, áldjon tisztességgel. Ez egy varázslatos helynek tűnik mindig mindenki számára. A ide látogatók most milyen visszajelzéseket adtak az első pillanatok után? Igazából én nem kérdeztem tőlük azt, hogy hat rájuk Vodica. Kérdeztem, hogy ki volt már itt, és kiderült, hogy több mint a csapatnak a fele nem először van itt Vodicán. De vannak azért visszajelzések, szóval ahogy most a prédikációt, a homiliát tartottam, a szemekből látszik az, hogy fogékonyak a jó szóra, fogékonyak ennek a valóban varázslatos helynek. Bár Max Weber úgy fogalmazott ugye a saját maga koráról, 20. századról is, hogy varástalanított kor, de ennek a helynek mégiscsak van valami fajta jó értelemben vett varázsa, és ez hat rájuk, ez látszik rajtuk, hogyha nem is nyilatkoztak így. Sebők Norbert káplán minden évben a Mária kegyhelyekhez szervez kirándulásokat. Vodicán eddig csoportosan még nem jártak, de őt szép emlékek kötik ehhez a helyhez. Én sokszor voltam itt Vodicán, hiszen én már régebb óta, míg itt tanultam Baján a szakácsiskolában, itt van a szakoktatóm is, Ferenc Józsefné, aki tanított főzni, most ő vezette az ebédet, utána érettségiztem, akkor az idő alatt én itt töltöttem Baján 6 évet, és akkor én a Barátok templománál voltam ilyen mindenes, sekrestés mindenes, és akkor én többször voltam itt a főbúcsúkor segíteni, mint a sekrest szolgálatot végezni, és akkor számomra mindig meghitt volt Vodica. A nyugalom, meg a feltöltődés, meg a megbékélés, itten kicsit elcsendesedés, itt ez a kis családias kör ez a Vodica.
számomra ezt tudja nyújt, szerintem a többiek számára is. A szentségimádás után krumpli paprikással vendégelték meg a csoportot, és teljesült a program célja, a közösségépítés, hiszen kellemes beszélgetéssel telt a délután, valamint a hazautazás.